Az emberekkel való foglalkozás ez magával hordozza azt, hogy sokszor ugye lepleznünk kell azt, hogy valójában a magánéletünkben milyen problémák vannak jelen. A vendégeknek nem szabad azt megtapasztalni, hogy mondjuk valami nem oké. Uh-huh. És ez legtöbbször sikerül, de azért tényleg van az emberekből vagyunk, ugye az emberből vagyunk, és hogy ugye ez sokszor előjön, hogy nem vagyunk képesek ezt leplezni, és akkor igazából ilyenkor alakul ki a vendégeinkkel is egy olyan kapcsolat, amiben beszélgető partnerek is leszünk, nem csak edzőtársak. Érzelmi intelligencia vajon kell a sporthoz? Hogyha már úgy döntöttünk, hogy az EQ szexi, és a 2018-as évben szeretnénk felhívni erre a figyelmet, akkor egy kávé mellett most erről is beszélgetünk. Norbi, én azt gondoltam, hogy a bartendáz, amit itt csináltok, az inkább a testi erő sportja, de lehet, hogy a lelki erő is? Mint ahogy egyébként minden sport? Igen, nagyon jó kérdés, mert ugye azzal, hogy lemegyünk minden egyes nap edzeni, vagy minden nap teszünk azért, hogy erősebbek legyünk, az a lelkünkben nagyon nagy erőkifejtést igényel. Tehát, hogy aki nem képes ezt motiválni magát, és magába ezt megtalálni, annak ez nehéz lesz, hogy végigvigye. És minden egyes ember, aki ezt éveken keresztül, vagy egész életén keresztül csinálja, annak nagyon nagy lelki ereje van. Hogyha le akarjuk fordítani azért, hogy igazából miről is szól ez a sport, ugye itt saját súllyal dolgozik az ember, de lehet, hogy még a szó nem cseng mindenki számára ismerősnek, akkor a lényegét azért mondd el nekem. Igen, ez egy nagyon régi mozgásforma, nagyon régi erősítő, kondicionáló típus az edzéseknek, viszont a kondigépeknek a megjelenésével ugye ez a 80-as évek körül ez így kezdett egyre kevésbé ismert lenni, és ilyen nagyjából 10 éve ismerkedtem meg ezzel a műfajjal, ez igazából húzózkodás, fekvőtámasz, guggolás, a testnek a különböző helyzetekben való mozgatása. Tehát amikor nincs semmi, nem áll rendelkezésemre semmi, de mégis képes vagyok dolgozni az egészségemért, az alkatomért, az alakomért, igen, az izomzatomért, hisz kéznél vagyok én magam. Igen, igen, kvázi. Ez a legjobb megfogalmazás. Hogyha az érzelmi intelligenciáról gondolkozunk együtt, ugye ott arról is van szó, hogy az embernek legyen önreflexiója arra vonatkozóan, hogy milyen érzések dolgoznak benne, annak alapján döntéseket hoz, viselkedik valahogy. Ha ezt összekötjük valamelyest a sporttevékenységgel, akkor itt a lelki erőn túl vagy a mögött. Nyilván van, amikor nincs kedvem, van, amikor van kedvem, tehát mennyire fontos az, hogy az érzelmi állapototok milyen, akár egy fellépés közeledvén, vagy akár ha valakit edzel. Hát ez nagyon fontos, ugye az emberekkel való foglalkozás ez magával hordozza azt, hogy sokszor ugye lepleznünk kell azt, hogy valójában a magánéletünkben milyen problémák vannak jelen. A vendégeknek nem szabad azt megtapasztalni, hogy mondjuk valami nem oké. Uh-huh. És ez legtöbbször sikerül, de azért tényleg van az emberekből vagyunk, ugye az emberből vagyunk, és hogy ugye ez sokszor előjön, hogy nem vagyunk képesek ezt leplezni, és akkor igazából ilyenkor alakul ki a vendégeinkkel is egy olyan kapcsolat, amiben beszélgető partnerek is leszünk, nem csak edzőtársak, és így sikerül egymást egyre jobban megismerni. És én ezért szeretek kevés emberrel dolgozni, mert erre van az embernek energiája, hogy magába igazából így a magánéletébe beengedni nem sok embert lehet. Hogyha arról beszélünk, hogy neked nyilván szükség van emberismeretre, vagy hogy rá kell hangolódj azokra, akik akár holnap kezdik el, vagy éppen már 3-4 évet csinálják, ezen kívül mondjuk a saját magadról alkotott kép hogy alakult? Tehát érdekelne engem, hogy te Norbi, mikor gondoltad azt, hogy egyszer csak az életutad erre kanyarodott? Ugye ezekben mindig azt kérdezzük, hogy mi lehet a siker útja, hogy abban hol van az önismeret, vagy hol kezdted el keresgélni, hogy miben érzem magam kiteljesedettnek? Én mindig szerettem a közösségbe való tevékenykedést, kosárlabdából indulva. Ugye én 10-11 éves korom óta kosárlabdáztam. Nagyjából 2 éve fejeztem be ugye a rendszeres játékot. És ott is megvolt egy olyan közösség, amit nagyon szerettem. Ezt szerettem oda tartozni. És ez egy ilyen utcai kosárlabdával kapcsolatos közösség volt, meg volt ugye egy beltér is. És amikor ennek vége lett, ennek a korszaknak, akkor nagyon hiányzott az, hogy egy közösségbe tartozzak, és ez a közösség rendszeresen találkozzon, és közösen tevékenykedjen, vagy csináljon dolgokat.
és ezért ezt az edzést tűztem ki egy ilyen útnak, hogy ezt így megvalósítsam, de ez kellett egy amerikai példa is, hogy ezt láthassam, és a kinti mesterem. Mert ebben tulajdonképp originális vagy Magyarországon. Igen. Tehát, hogy, és mondjuk egy amerikai mestertől hozzáállásban, elhivatottságban, vagy nem tudom miben, azon túl, hogy mit, hogy kell csinálni, és ez technikai kérdés talán, de mit tanultál tőle? Mi az, amit hozzád tett, amiben változtál annak révén, hogy ő van mint példakép, vagy mint példa, vagy mint mester? Nekem az volt az egyik legnagyobb motiváció, még talán nagyobb motiváció volt, mint maga a találkozás, amikor találkozhattunk is, hogy látva a munkásságomat, amit előtte csináltam ebben a sportban, ők megengedték azt, hogy én képviseljem őket az országba, és ez egy első ilyen példa volt, hogy valaki ebbe beleegyezett, így Amerikába. És a második fog, amikor kimentem ugye hozzájuk, és akkor ott a beszélgetések, meg ezek a különböző motiváló dolgok igazából is, és nem konkrétan a gyakorlatokkal kapcsolatban kellett nekem motiváció, meg az edzésem, mert ugye az már abból megvolt, hanem inkább hogy a közösségnek az építését ne adja fel az ember is, hogy ennek van alapja, a lehetősége. Tehát kellett lásd nagyon, hogy hova akarsz eljutni, és hogy annak adott esetben nagyon kicsik a lépései, de hogy menni és tenni kell? Igen, előtte is ezt éreztem, viszont amikor kimentem, akkor ugye egy olyan edzésbe csöppentem, ott bele Harlem közepén, ahol tényleg így szembesültem vele, hogy ott hogy mennek ezek a dolgok, hogy egymást motiválják, megtapsolják, folyamatosan kiabálják egymást nevét edzés közben, és hogy ez elég nagy energiát követel, és ezt még mindig nem sikerült teljes mértékben így felépíteni, de rajta vagyunk azon, hogy ezt a gondolkodásmódot úgy átformáljuk. Tehát, hogy inkább van egy dicsérő kultúra, mint egy cseszegetős kultúra? Igen, az ott egyáltalán nincsen. Ott a leggyengébb embertől a legerősebbet ugyanúgy ünneplik, mint hogyha egy profi sportolót látnának. Ami megakadt a szemem a honlapotokat böngészve, az, hogy mindsetről is írsz, growth mindsetről, ugye lehet, hogy le kéne fordítani, hogy ez a fajta szemléletmód mit is jelent a ti esetetekben? Lehet olvasni erről már, ugye, hogy a zárt gondolkodás, vagy ez a növekedni képes, mennyire más szemlélet, akár gyereknevelésben, iskolai teljesítményben, de megakadt a szemem rajta, hogy ez is egy lelki oldal, amit behoztatok a sport kapcsán. Igen, ez egy olyan mondásból származik igazából, ami az ő elmondatuk, már nagyon régóta, ez a Mind Up nevű dolog, amit nehéz kizárólagosan magyar nyelvre átfordítani így egyből, és mögé kell rakni egy kis megfogalmazást, hogy az ember megérthesse ezt teljesen. És itt igazából én úgy fogalmaznám meg, hogy az átlagostól, vagy a megszokottól eltérő filozófia az edzéssel és az élet felfogása kapcsolatban, ami magában hordozza azt, hogy ugye minden nap tennünk kell azért, hogy egészségesek legyünk, és ez a mozgás, ami megadja nekünk ezt a lehetőséget. És hogy ez a gondolkodásmód az, hogy folyamatosan fejlődünk, ugye egyre nagyobbak leszünk, mármint itt belül is, meg testileg is talán, ez az, ami szerintem megfogalmazható ebben a kontextusban. És hogy mit csinálsz egy olyan napon, amikor így ébredsz, tehát hogy ilyen levert vagy, nyűgös, szürke az idő, latyakos, és leginkább az ember a paplan magára húzná, és semmihez nincs kedve, nem empatikus a világgal se, de önmagával se. Akkor mi a megoldás? Hát igazán sokat vívottam régebben is, meg a mai napig is, de egyszer beszélgettem az amerikai vezetőnkkel, és ő azt mondta, amikor megkérdeztem ezt a kérdést, hogy hány nap edz egy héten, akkor hogy ahogy a teste érzi. Tehát, hogy a teste azt mondja neki, hogy most inkább maradj és feküdj az ágyba, akkor nyilván, hogyha nincs fontos tennivaló, vagy munka, vagy egy másik ember edzése, akkor van, hogy én is magamra húzom a takarót, és otthon maradok. Mert azt érzem, hogy kell, mert volt olyan, hogy nem figyeltem erre oda, és azt mondtam, hogy nem kell pihenni és csinálnom, és akkor viszont meg lett a hátulütője. Hát gyakorlatilag akkor ez egy harmónia önmagaddal is, vagy annak a keresése, hogy figyeljem, hogy mit súg a belső hang, figyelni, hogy mit súg a testem, figyelni, hogy hogy vagyok én a bőrömben, igen, nem? Igen, meg azt, hogy azokat a dolgokat teljesen elfelejtettük már, hogy valaki megkér, hogy na, mutass valamit, Norbi, hogy kezd megcsinálni ezt a nehéz gyakorlatot, és akkor mondom, hogy hát bocs, de nem vagy bemelegítve, így nem csinálok olyan dolgokat, amiben megsérülhetek. Ez is egy olyan gondolkodás, hogy nem azért csinálom, hogy én most megmutassam, hogy mit tudok, hanem amikor úgy érzem, hogy tényleg minden oké, minden a helyén van, akkor esetleg megcsinálom. De hogy az csak azért valaki felvegye videóra, vagy hogy egyszer mutassak valamit, az nem éri meg azt a kockázatot, hogy lesérülhessek mondjuk. Tehát ez a túledzettség, az meg ugyanilyen dolog. Tehát hogy az ember azt érzi, hogy most tényleg pihenni kéne, és jobb, többet teszek magamnak azzal, hogyha most pihenek egy napot,
akkor azt kell tenni. Tehát ez a külső megfelelési kényszer, hogy minden áron és mindig megmutatni, ez már megszűnt? Igen, igen. Egyébként persze ez egy furcsa gondolatjáték, de meg tudod fogalmazni, hogy az, hogy te rátaláltál erre a mozgásformára, ugye mondtad, hogy a közösséghez tartozás például fontos volt, de úgy megfogható a lényege, hogy a te életedben, vagy a te egyensúlyodhoz hogy segített ez, vagy miben változtatott meg ez a fajta életmód, vagy életszemlélet, amit az amerikai mester nyomán is igyekszel nap, mint nap tenni? Nekem volt egy, elkezdtem kosárlabdázni 11 éves koromban, nagyjából, akkor volt egy srác, aki idősebb volt nem, és ő tanított meg mindenre igazából az alapokkal kapcsolatban. És ő egyszer azt mondta nekem, hogy csak akkor lehet a hiteles kosárlabdázó, hogyha rap zenét hallgatok mellett, és így felveszem ezt a stílust. És én ezt elhittem, ugye gyerek voltam még, és most azt gondolom, hogy ez így is van. Tehát, hogyha az ember nem hiteles a tevékenysége mögött, akkor igazából nem lehet magába annak hívni ezt az egészet, hogy hiteles. Tehát én azóta ezt a zenei stílust követtem, töretlenül tényleg, és mellé ez az edzés is kapcsolódik. Tehát annyira örülök annak, hogy megtaláltam ezt a hármast, hogy kosárlabda, repzene és ez az edzés, ami ugye összekapcsolható minden téren, kulturálisan is, hogy ennél nincs jobb számomra, tehát teljes mértékben. Tehát akkor, amikor te reggel felkelsz, alapvetően derűvel indulsz neki a napnak, igen, hogy élni jó? Igen, meg várom már elő, amikor lefekszek aludni, akkor várom a reggeli edzéseket. Hogy... Tehát nem úgy azt, hogy jaj, holnap megint egy munkás nap van. Nem. Végül is mindenki, szerintem a siker ez, vagy a boldogság, vagy az elégedettség titka ez lenne. És ez nyilván nem szól másról, mint hogy végül is megtaláltad azt, amit szenvedéllyel szeretsz. Igen, igen. Nem voltak ellenlábasok, akik azt mondták, hogy ez hülyeség? Nehogy nem voltak. Hát még amikor elkezdtük, ugye én Mohácsról származom, egy kisvárosból, és akkor Mohácson és Pécset volt ez a kezdőlöket ugye ebbe az egész sportba. Én rengetegszer hallottam azt, hogy ugye nem voltak még ilyen pályák, ahol most ilyen nagyon jó eszközök vannak már, hanem csak régről fennmaradt ilyen vasak, meg porolók, szönyakorolódak, meg régi játszóterek voltak, és akkor amikor ezen az eszközökön ott játszottunk, akkor az emberek, hogy játszottunk, hát edzettünk, akkor az emberek ilyen bohózkodásnak hívták sokszor, és nem hittek benne, hogy ez sikerül, és nem is, hogy nem hittek, hanem inkább lefele húzni akartak. És meg kell mondjam őszintén, hogy sokszor ez a megmutatni akarás, ez volt az, ami ennek az ellentetje volt. Tehát azért szerettem volna mindenképpen mutatni, mit tudok, hogy ezek az emberek ugye így felfogják azt, hogy ebben tényleg van lehetőség. De amit az előbb beszéltünk, ugye, hogy ezt már levetkőztem magamról, ezt a dolgot, hogy minden áron megmutatni, ez már nincs. Mert azt gondolom, hogy ha én tudom magamról, meg az ismerőseim tudják, akkor az bőven elég. Tehát adott már egy ilyen belső megkérdőjelezhetetlen középpontot is? Igen, igen. Adott egy olyat, ami mindig vissza lehet menni. Tehát, hogyha az ember ideges, hogyha bármilyen problémája van a magánéletében, akkor ez a dologhoz mindig oda mehet, ugye a húzózkodó rúdhoz, és sose fogja cserbe hagyni. Tehát ez a legjobb dolog ebben, hogy az edzés az mindig ott lesz, és ez mindig segít ezekben a dolgokban. Végül is talán így zárásként az embereknek azt kell végig gondolni, hogy a saját életükben megvan-e az az edzésrúd, amihez lelkesen indulnak el, vagy már este azt várják, hogy holnap egy új nap legyen, hogy neki lehessen indulni, nem? Igen, igen, és lehet, hogy ez nem pont a húzózkodó rúd lesz, hanem egy teljesen más is sport, de a lényeg az, hogy azt helyesen csináljuk, és hogy megtaláljuk benne magunkat. És szenvedéllyel tegyük. Igen, az nagyon fontos. Köszönöm szépen, Norbi. Gondolkodjunk így együtt, ha kedvünk van.